Végünk és megtartatásunk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Szeretnénk az ének szóval tovább imádkozva meghajolni előtted, meghódolni a te nagyságod előtt, irgalmas Istenünk, azért a hűségért és kegyelemért, amiben hordozod az életünket. Köszönjük, hogy megtartó és üdvözítő Isten is vagy. Áldunk téged, hogy azért van közösségünk te veled, mert nélküled nincs élet. Te vagy magad az élet forrása, és köszönjük, hogy így jelentetted ki magadat Jézus Krisztus személyében, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. És szeretnénk ebben az igazságban a te dicsőséged előtt meghajolni, és áldani téged, hogy a bűngyűlölő Isten igazságot cselekedtél Jézus Krisztusban, amikor ráhelyezted a mi bűneinket, hogy nekünk kegyelmet és bűnbocsánatot adhass. Áldunk téged, hogy véreden megváltott gyermekeidként tisztelhetünk tégedet. És engedd meg, Urunk, hogy ez a meghajlás, színed előtt való leborulásunk, ez rendszeressé váljon, hogy mi megtanuljunk meghódolt életet élni, áldani téged minden egyes mozzanatáért az életünknek, és megköszönni a mai napnak minden áldását, hogy gondod volt rá, hogy mi itt megállhassunk színed előtt, hogy szólhasson a te igéd, és mi felüdüljünk, és erőt, bátorítást vehessünk a te igédből. Áld meg az igének az útját mindnyájunk szívéhez, és taníts meg minket, Urunk, az igéből viselkedni, viszonyulni a másik emberhez, a nyomorúságban levőhöz, és taníts meg minket hálát adni, köszönetet mondani, és minden dicsőséget odaadni te neked. Amen. Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 8. fejezetének az 5. versétől olvasom, a 13. verssel befejezőleg, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A Máté evangélium a 8. fejezetének az 5. versétől így szól Isten igéje. Mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment ő hozzá kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon guttaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondané ki Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek eredj el, és elmegy, és a másiknak jössz te, és eljő, és az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozék, és mondta az őt követők sokaságnak. Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országába, ez országfiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. És mondta Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Egy jól ismert történetet olvastam, nem régen olvastuk közösen a kalauz szerint ezt az ige szakaszt. És az első üzenet, amelyet szeretnék megosztani ebből az igéből, az úgy hangzik, hogy Isten készít egy-egy alkalmat emberekkel, amikor
találkozást készít ő vele. És ez az életben lehet, hogy csak egyszer van. Amikor Jézus lejön a hegyről, találkozik egy leprással, és az kiált, hogy Uram, ha te akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus ráteszi a kezét, és azt mondja, akarom, tisztulj meg. Akarom, hogy meggyógyulj. Aztán jön a százados, és azt mondja, hogy Uram, nekem van egy szolgám, otthon gutaütöttem fekszik, és nagy kínokat szenved. A találkozás lehetősége. Az életünkben sok olyan pillanat van, amikor megörökítjük a pillanatokat. Megörökítek a keresztelőt, amiről a gyerek nem is tud. Megörökítik a konfirmációt, megörökítik a ballagást, óvodából, iskolából, a házasságkötést, még a temetésünkről is készül majd fénykép. Ezek fontos események, fontos állomásai az életünknek. Egyetlen fontos állomása van az életünknek, és ami nem következik be, ha nem következik be ez a találkozás az Istennel, akkor nem látjuk meg az ő dicsőségét. Minden megörökített találkozást be lehet dobni a szemétkukába, el lehet égetni, nincs semmi értéke már. A Krisztussal való találkozás az határozza meg az egész életünket, nem 50-60-80 esztendőt, hanem az örökké valóságot határozza meg. Olyan jó lenne felismerni az alkalmat és a lehetőséget a találkozásra. Elmondtam már többször, nyilván sokan emlékeznek is rá, hadd mondjam el még egyszer ma este, amikor Barka Szóró Séra Gyuszi elhozta a keresztfiát a misszióba, a kapuba összetalálkoztunk, és kezet fogott velem, és megszorította a kezemet, és azt mondta, hogy tiszteletes, nagyon kérlek, beszélj szívére a fiam, a keresztfiamnak, szüksége van egy jó beszélgetésre. Mondom neki, én szívesen a szívére beszélnék a keresztapjának is. Igazad van, tiszteletes úr, igazad van. Két nap múlva jön a keresztfia, és bejelenti, hogy Sanyi bácsi, tessék hazaengedni engem, mert keresztapám infarktust kapott és meghalt. A keresztfiúnak készített egy találkozót az Isten önmagával. Elhozza a keresztapa, mert látja, hogy nincs rendben az élete. Segítségre van szüksége. És azt mondja, hogy neki is segítségre lenne szüksége, igazam van nekem, mert neki is a szívére kellene beszélni, és egy kézfogással elváltunk, és elmulasztotta a lehetőséget. Testvérek, a kereszten három kereszt állt nagypénteken, két bűnöző egyik oldalt és a másik oldalt, és az utolsó pillanatot, az utolsó lehetőséget csak az egyik ismerte fel, a másik nem. Az egyik üdvözült, mert Urának vallja Jézust, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba, és azt mondja Jézus, még ma együtt leszünk a paradicsomba, ott leszel velem. Milyen különös, milyen áldás volt ez a kereszt halál. A Krisztus kereszt halálából részesült az egyik bűnöző. A másik ugyanolyan közel volt, ugyanazt az imádságot, ugyanazt az imádkozó Jézust hallgatta, és elment a kárhozatba. Az alkalmas idő, amíg tart a ma, bizonytalan a holnap. Testvérek, nem régen énekeltük, ez esztendőt megáldjad. Elrepült egy hónap belőle. Ebből az esztendőből már egy hónap hiányzik. Lesz még egy hónap. Fogjuk december 31-én énekelni. Az Úrnak jó volt a napjainkhoz, napokat told. Lesz 23. január 1-e. Ez esztendőt megáldjad. Meg akarja áldani azt a napot, azt az órát, azt a percet, amikor találkozhatok vele.
Jézus lejön a hegyről, és a kapernaumi százados, a római százados, egy pogány ember, oda megy Jézushoz. Mondani valója van Jézusnak, és Jézusnak van ideje, meghallgatja ezt az embert. Nem azt mondja, hogy nem küldettem csak Izrael elveszett juhaihoz, fiaihoz. A föníciai asszonynak ezt mondta. A római századossal megáll Jézus. Testvérek, a sok tízéves templomba járásnak lesz egy feljegyzett dátuma. Lesz egy olyan dátuma, ami majd a mennyben érvényes volt, lesz. Amikor megállt Jézus, és én megszólíthattam őt. Amikor térdeimre ereszkedtem a bűneimet, elmondtam neki. Amikor feloldozott a bűneim alól, a nyomorúságomból, és azt mondta, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Állandóan meg akarunk javulni, meg akarunk felelni az Istennek. Nem, az Istennek nem kell megjavulni, mert nem tudunk. Nem kell megfelelni. Az Istennek egy valami kell. Leborulni és bocsánatot kérni. Majd ő feloldoz, majd ő rendbe szed, majd ő megjavítja az életünket. Majd ő mederbe tereli a mi szétfolyt életünket, amikor arra panaszkodunk, hogy nincs időnk. Annyi mindenre van idő. Megállni, leborulni. Mert ez az egy pillanat lesz érvényesítve a mennyek országába. Ez a találkozó. Hogyan viszonyul Jézushoz ez a római pogány ember? Azt mondja Jézusnak, hogy Uram, a Róma isteneit a háta mögé vetette ez a százados. Rómában több isten hit volt, pogány világ volt, és ez az ember nem tudjuk hány éve van már zsidók között. Azt mondja nekik, neki a zsidók egy isten hite kell. Ő ezzel az Istennel akar megbarátkozni. Szeretne megismerkedni, és azt mondja, hogy Uram, ő nyilván hallott Jézusról sok mindent, különben nem ment volna hozzá. Nyilván látott megtisztult embereket, akár a leprást, akiről eltűntek a hólyagos fekélyek, és elment bemutatni az áldozatot a szabadulásért. Azt mondja, Uram, te vagy az én Istenem mától kezdve. Tudjátok, mivel járt ez a római korban? Halállal. Pál apostolt ezért végezték ki. A római arénákba ezért gyúltak fel a mágiák, ezért engedték ki az éhes oroszlánokat a keresztényekre. Mert nem a császárt istenítették, hanem a teremtő Istent, az egy Istent, aki Jézus Krisztusban lejött a földre, és kereszt halált halt érettük. A keresztények ezért énekeltek, és nem változtattak az Isten személyén. Ezért égették el, és ezt a római százados tudja. Annyi sokan nem akarják felvállalni. A templomban még csak előlünk elhallgatjuk az igét, de a külvilágban, a világban megvallani, hogy ki vagyok, hová tartozok, mit cselekedett az Isten, mit tett értem, hogy ő lett az én Uram, és ez azt jelentette, hogy mivel ő az én Uram, én mától kezdve az ő szolgája vagyok. Mert Krisztus nélkül is szolgája voltam valakinek. A bűnnek, a bűn hatalma alá voltam rekesztve, ezért kell gazdát cserélni. Krisztus is szolgálatra hív, csak nem megalázott szolgálatra, nem rabszolga szolgálatra, hanem az Isten szolgálatába állni. Dicsőíteni azt a hatalmas Istent, aki engem megteremtett, aki megadta az értelmemet, aki munkás kezekkel ajándékozott meg, aki értelmet adott, aki megadta a szemem világát, hogy lássam a teremtett világ szépségét, amely igazolja az ő személyét, az ő létét, hogy létezik ennek a világnak egy tervező és kivitelező Istene,
aki létrehozta ezt a világot, és ebben a világban nekem helyem van, és ebben a világban annyi helyem van, és a legfontosabb itt létem ebben a világban, hogy találkozzak a Teremtő Istennel, aki nagypénteken megváltó Istenné lett, szabadító Úrrá, aki feloldozott a bűneim rabságából. Ezt jelentette a kapernaumi századosnak az, hogy Uram, megszólítja tisztelettudóan, nem illemből, hanem szívből, hitből, és akkor elmondja, hogy nekem volna egy kérésem. Testvérek, a farizeusok egyik sem mondta Jézusnak, hogy Uram. Judás 3 évig jár Jézussal, és a Judás szájából egyszer nem hangzik el, hogy Uram. Jézus neki mindig csak mester volt. Nem is jutott el az élő közösségre, kapcsolatra Jézussal. Neki lett volna alkalma, lehetősége többször is megalázkodni előtte. Nem tette. Eljutott a papságig, a 30 ezüstöt eldobja és felakassza magát. A világ így fizet, testvérek. Ő megmaradt a bűn szolgája Krisztus mellett. Ő két kulacsos ember volt. Ment Jézussal gyógyítani, ment kiküldetésbe, osztotta a kenyeret, osztotta a halat, ott volt a viharba, élvezte a dolgokat. Jó volt Jézus mellett. És egyszer el kellett dönteni, végérvényesen, hogy merre visz az út. 3 évig két úton járt. És 3 év után megmaradt azon az úton, amelyet Krisztusig követett. A régi út, az kedvesebb volt. Ott, hol az én szolgám guta ütötten fekszik. Megkérdezheti Isten ma este tőletek, hányan maradtak ott, hol, akik bénák, akiknek a lába nem mozdult a harangszóra, a fülei nem is hallották, hogy harangoznak, akik mi miattunk bénultak le, testvérek. Akik figyelték az életünket, vizsgálták a templomba járásunkat, teszteltek bennünket, most nagy divat a teszt, szinte naponként tesztelnek embereket. Hogy van annak hitele, hogy én ide járok? Van annak hitele, amiről én beszélni szoktam? Amit úgy megjegyzek, hogy neked is oda kellene jönni, neked is kellene, hogy a szívedre beszéljenek. Nem miattunk bénák a kezek meg a lábak, amelyek nem tudnak imára kulcsolódni, akik nem tudnak hinni. Tudod miért nem? Mert nem volt, aki imádkozzon értük. Nem volt, aki a szívén hordja az ő sorsukat, az életüket. A századosnak fontos volt egy szolga. Hát ő azért százados, hogy neki 100 katonája van. Egy századja van. Na és ha egy megbetegszik, még van 99. Nem. Ő a krisztusi lelkülettel számol. Neki az az egy is fontos. Ott hagyta most a 99-et, mert azt mondja az ige, és ma döbbentem rá erre a szóra, hogy otthon. Azt jelenti, hogy a századosnak a szolgája, az a katona, aki beteg, az nem a kaszárnyában van, testvérek. Otthon. És a gyerekek azért kollognak az utcán, azért ordítoznak éjjel, keresik az otthonukat. Nincs otthonuk. Nem érzik otthon magukat. Nem találják a helyüket. Mert az otthon melege hiányzik. Hiányzik az a légkör, amiből hiányzik a Krisztus. Az, hogy otthon érezze egy család magát, ott Krisztusnak kell a családfőnek lenni. Különben mindenki menekül a szélrózsa minden irányába. Mindenki fut valamerre. Mindenkinek tennivalója van valahol. Azért van sok üres ház. Mert az üres ház valamikor nem volt otthon. És mindenki elment valamelyik irányba.
és ezekből az üres házakból sokan átlépték az örökké valóságot, ahol elmulasztották a Krisztussal való találkozást. Ezek az emberek is megszülettek, ezeknek az embereknek volt keresztelőjük, volt ballagásuk, volt konfirmációjuk, volt egyházi esküvőjük, csak nem lett belőle család, és nem lett belőle otthon, ahol otthon éreznék magukat. Azt mondja Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. Azt mondja a százados, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Testvérek, ez a valós önismeret, amikor önkritikám is van. Én nem vagyok méltó arra, hogy az Isten rajtam könyörű. Én nem szolgáltam rá arra, hogy ezen a szószéken álljak és prédikáljak. Miért vagyok itt mégis? Azért, mert ő hívott el. Nem én jelentkeztem, ajártam magamat. Én nem mertem jönni. Ő hívott el. Én nem vagyok méltó. Én méltatlan voltam ellenére is, hozzá tartozom. Miért? Mert ő úgy döntött egyszer, hogy megállt mellettem, a béna guta ütött emberen, aki nyomorék volt, és azt mondta, maradj életben. Önkritika. Enélkül nincs hívő élet. Enélkül van felfúalkodott élet. Van lelki gőg, hogy én megtértem. Én nem tudok megtérni. Én nem tudtam megtérni. 36 évig nem tudtam megtéríteni, de megtérített az Isten. És azt mondja a százados, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. Én egy pogány ember vagyok, és már annyit ismerek a zsidó vallásból, szokásból, törvényből, hogy a zsidóknak nem illik pogányokhoz menni. Hát Pétert ezért hivatják a jeruzsálemi tanácsra. Bement Kornéliuszhoz. Tisztázzuk, mit is csináltál, Péter? Nekem azt parancsolt az Isten, hogy menjek. Nem vagyok méltó, te csak egy szót szólj, mert te itt teremtetted meg a világot. Ez az ember már több mindent megtudott a zsidóktól. A Lukács evangéliumában ez a történet úgy van lejegyezve, hogy a zsidó előkelőség megy el Jézushoz, és azt mondja, hogy méltó, hogy megted neki. Ennek a századosnak gyógyíts meg a szolgáját, méltó, hogy megted neki, mert ő zsinagógát épített nekünk. A kapernaumi zsinagógát ez a százados építette. A százados meg azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Azt mondja Jézusnak, Uram, neked úgyis sok bajod van a vallási vezetéssel. Még én is problémát okozzak, hogy eljössz hozzám. Nincs szükség, hogy elgyere. Te az a hatalmas Isten vagy, aki a szavaddal megteremtetted a világot, létrejött ez a világ a te parancsoló szavadra, és az én szolgám a te szavadra meg fog gyógyulni. Én hiszem, hogy te ugyanaz az Isten vagy. Testvérek, itt boxol el nagyon sok igét hallgató ember. Hiányzik a hit, mintha az Isten keze megrövidült volna. Hallottam egy történetet, hogy amikor a kommunizmus megalakult, akkor egy paraszt bácsit, mivel új életet kezdett az Istennel, megtért, becitálták a tanácsra, és meghirdették a 25 éves szibériai fogságot neki, mint politikai üldözött, politikai fogoly, és bevitték a családját. Felsorakoztak a gyerekek, fiúk, lányok, nagy családja volt, több gyerek volt a kihallgatáson, és megadták neki azt a kegyelmet, hogy az utolsó szó jogán szóljon a gyerekeihez, mielőtt bevagonaíroznák és elindítanák Szibériába. Tudták, hogy onnan nem fog visszajönni. Azt mondta ez a paraszt bácsi, én tudom, hogyha engem száműznek, én már öreg vagyok, nem fogok visszajönni a gyerekeimhez. Ezért arra kérem a gyerekeimet, Isten színe előtt, itt a tárgyalóteremben, hogy legyenek hűek ahhoz az Istenhez,
akit én megismertem, mert az az Isten nagyon szereti őket. Ha lehetőségetek lesz, jussatok Bibliához, szerezzetek Bibliát, és olvassátok a Bibliát, és az Isten meg fog őrizni benneteket. És én imádkozok a fogságba, a távollétbe, hogy Isten térítsen meg benneteket a Krisztus szerelméért, és majd a mennyben vég nélkül együtt leszünk. Volt egy fiatal ember a tárgyaló teremben, aki ott segédkezett, ügyintéző volt. Elvált a család, az apukát elvitték Szibériába, a gyerekek különböző árvaházakba, állami gondozásba kerültek. És egy idő után, 10-15 év után ez a fiatalember nem felejtette el az elhangzottakat, és elindult tudakozni, hogy hol vannak ennek az embernek a gyerekei. Sorra járta az árvaházakat, és mindet megtalálta. És ebbe az időben már 18 évet betöltötték, férhez mentek, megnősültek, családos emberek lettek, és mind hitben járt. Hitben járt. Az apuka találkozott a Mesiással, és ő elhitte, hogy érte elvérezett a názáreti Jézus. És örökségként nem tudott mást adni, nem tudott többet adni, mert ez volt a legtöbb. Maradjatok meg az Isten szeretetében. Mert az Isten szava az örök. Testvérek, ez a százados, a római hatalomnak a megbízottja, ő a zsidók között lophatott volna, rabolhatott volna, a jog az ő oldalán állt. Ő épített, zsinagógát épített az Isten népének. És amikor Jézus azt mondja, hogy ilyen hitet nem találtam a zsidók között sem, akkor kimond egy ítéletet. Azt mondja az igében, sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országába, ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. Azok a zsidók, akik Jézushoz mentek, hogy méltó, hogy megted neki, azok úgy tettek, mint szegény sér a gyuszi. Jó helyre vitték, ők pedig nem részesültek belőle. Ők a zsinagógába összejöttek imádkozni, olvasni a Szentírást, és a Szentírásnak a küldöttje, a központi üzenete, a testet öltött Isten ott volt közöttük, a pogányok megtérnek, a pogányok hozzájönnek, a zsidók meg majd tele torokkal kiáltják nagypénteken, hogy feszítsd meg, nem kell nekünk ilyen Jézus. Testvérek, sokkal szomorúbb lesz a templomos népnek a kárhozatban lenni, mint az utca népének, aki soha nem hallott Krisztusról. A találkozás lehetősége. A kapernaumi százados megragadta a találkozót, urának vallja Jézust, és rögtön kéréssel fordul hozzá, hogy az én szolgám, akit én szeretek, nálam ő nagy becsben van, mert ő a te teremtményed, csak most beteg, és mi nem tudunk segíteni rajta, te pedig szólj egy szót, és meggyógyul a szolga. És azt mondja Jézus, az fejezi be a történetet, eredj el, és legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult az ő szolgája abban az órában. Testvérek, kik fognak, és kinek kellene imádkozni a mi gyermekeinkért? Akik otthon maradtak a meleg szobába? Ők jó helyen vannak? Tudod, ha te jól érzed ma este itt magad, akkor, és ők otthon vannak, és ők is jól érzik magukat, akkor kettőjük közül valaki nincs a helyén. Azt kérdezte a közepső unokánk egy héttel ezelőtt tőlem, lejött hozzánk beszélgetni, meg imádkoztunk. Papa, fogunk tudni örülni a mennybe akkor is,
hogy akit szerettünk, az nem lesz ott. Érted? Akit mi itt szerettünk, az meg nem lesz velünk. Mondtam, akit szerettünk, és ő szereti az Úr Jézust, ott lesz velünk. Ha pedig visszautasította az Úr Jézust, akkor pedig azért nem lesz ott, mert semmibe vette az Úr Jézusnak a szeretetét. Először neked kell elfogadni az ő szeretetét, és neked kell megvallani, hogy az én tehetetlen béna kezeimet ő kulcsolta imára, az én béna lábaimat ő indította el az Isten tiszteletre, ő adott erőt kezembe venni a Bibliát, és egy evangelizáción, egy bibliaórán, egy csendességben én leereszkedtem a térdeimre, és azt mondtam a kapernaumi századossal, Uram, tied az élet, te haltál meg érte, te vásároltál meg, nem lehet másé az élet, csak a tied, mert ezt az életet, ezt az újjászületett életet csak a megtartó Jézus Krisztus tudja megtartani. Ő vele együtt lehet bemenni az Isten országába, és meggyógyulnak a szolgák, meggyógyul a háznép, ezért élünk, ez a mi küldetésünk, nekünk ezért kell idejönni, hogy a Krisztus jó illatával hazamenjünk, és a mulasztásainkat, amíg lehet pótolni, sok mindent nem lehet már helyrehozni, de elkezdeni bőjtölni, imádkozni, könyörögni, hogy az örökké valóság az ne az Istentől távol, hanem az Istennel együtt legyen. És az örökké valóság itt kezdődik a Földön. Akik együtt vannak az Istennel, ott is együtt lesznek. Akik távol vannak, ott is távol lesznek. Ez nem a halál után dől el, testvérek. Az itt kezdődik, és oda át folytatódik. Mindenki azon az úton, amelyiken halad, megérkezik az örökké valóságba. Vagy az Isten dicsőségébe, vagy az Istentől távol. Hadd hozzá elénk Isten ma este azokat, akik otthon bénán fekszenek. Tehetetlenül, közömbösen, akik nem is érzik otthon magukat. Amen. Istenünk, annyi áldást osztogattál erről a szószékről, annyi élő ige elhangzott különböző ige hirdetők szájából. Küldted a te követeidet, annyi áldást látott ez a gyülekezet táborokban, missziókban, házaspárok találkozóján. Uram, olyan hiányos ez a templom. Annyi sokan már átlépték az örökké valóság kapuját. Könyörülj rajtunk, adj nekünk kegyelmet megalázkodni előtted, és ráébredni, hogy nem vagyunk a helyünkön. Bizonytalanságban, félelemben, rettegésben vagyunk, mert nincs rendezve a számla. Reménykedünk valami homályos dologban, amit nem igazol a Szentírás. Urunk, engedd meg, hogy ma este Urunknak szólítsunk téged, és elmondjuk, hogy gyógyítsd meg a mi beteg életünket, szedd rendbe a lelki világunkat, ajándékozz nekünk hitet, hogy te bűngyölölő Isten vagy, és ennek az életnek lesz ítélete. Ha Krisztus ítélete nem volt elég a kegyelemre, akkor saját magunknak kell lesz az ítélőszék elé állni. Könyörülj meg rajtunk, ébresz fel bennünket minden mámorból, és taníts meg bennünket hinni, és igazat adni neked, és szeretni téged azért, mert te előbb szerettél bennünket. Hadd hirdesse a Golgotai kereszt azt a szeretetet, amellyel lehajoltál hozzánk a mélybe, alászálltál a poklok gyötrelmébe, hogy nekünk ne kelljen ezt a gyötrelmet soha megkóstolni. Urunk, szent felelősségeért kiáltunk hozzád, a gyermekeinkért, unokáinkért. Engedd meg, hogy látszék az életünkön, hogy mi találkoztunk már veled. Hogy át van engedve az élet neked. Te rendelkezel az idővel, a pénzünkkel, a javainkkal. Mindenünk a tied, mert tőled kaptuk. Urunk, a te irgalmas szeretetedért könyörülj meg rajtunk,
szánd meg a mi életünket, és dicsőítsd meg ebben az életben a te drága nevedet, és így hallgass meg a mi csendben elmondott könyörgésünket is. Köszönjük, Atyánk, hogy a mi könyörgéseink ott vannak színed előtt, és amit az Úr Jézus nevében kérünk és akaratoddal egyezik, azt az ő érdeméért megadod nekünk. Áldott légy érte. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.